Téli élelmiszerlánc ellenőrzés. Ország szerte december 4-e és 31-e között vizsgálják a Nébik szakemberei a szezonális termékeket. Megtartották az év utolsó ételosztását. Ezúttal az önkéntesek közel 300 adag melegételt osztottak szét a Rákosmente önkormányzata által életre hívott karitatív kezdeményezés keretében, melyhez a katolikus Caritas is csatlakozott. Swing karácsony. Gájer Bálint fonogramdíjas énekes ünnepi koncertjével kedveskedett Rákosmente önkormányzata a 17. kerületi lakosságnak. Köszöntöm Önöket, a Rákosmente televízió krónikáját látják a kerület legfontosabb eseményeivel. Idén december 4-e és 31-e között zajlik a téli szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal koordinálásával, valamint a vármegyei és járási hivatalok közreműködésével. Az egész országra kiterjedő vizsgálat alkalmával ezúttal az ünnepi időszak legnépszerűbb termékei, köztük a húsok, az élőhalak és az édesipari termékek, valamint az adventi rendezvényekre kitelepült vendéglátóhelyek kerülnek fókuszba. Az akció részleteiről dr. Pleva György, a Nébih élelmiszer és takarmánybiztonsági igazgatója adott tájékoztatást. December 4-én elindult az idei téli szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. A hónap végéig tartó akció alkalmával az ünnepi időszak legnépszerűbb termékei és vendéglátóhelyei kerülnek fókuszba. Dr. Pleva György, a Nébik élelmiszer és takarmánybiztonsági igazgatója elmondta, ezúttal a húsok előállítását és forgalmazását, az élőhalak és édesipari termékek kereskedelmét, valamint a téli madáreleségeket, továbbá az őstermelők tevékenységét is figyelemmel kísérik a szakemberek. Az eddigi eltelt két hétben összesen 866 ellenőrzésre került sor, ennek körülbelül egyötöde történt élelmiszer előállítóknál, és itt is az ömét, több mint a felét a húsipar képviselte. A többi ellenőrzés az édesipari üzemekben és az egyéb előállítóknál történt meg. 554 ellenőrzés történt élelmiszerforgalmazásban, itt végül is a teljes vertikum górcső alá került, mert a szupermarketektől kezdve kisebb üzletek, szaküzleteken keresztül a piacok, rendezvények, ideiglenes árusítóhelyek is sorra kerültek. Az ellenőrzést a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal koordinálja, a vármegyei kormányhivatalokkal és járási hivatalokkal együttműködve. A vizsgálat alkalmával az adventi rendezvényekre kitelepült vendéglátóhelyeket, köztük az ételeket előállító, illetve a forralt borokat értékesítő helyeket is górcső alá veszik a Nébik munkatársai. Általában ezeken a ideiglenes árusító helyeken találjuk a legtöbb hibát, jelen esetben is így történt. Az összes szabálysértésnek csak nem fele a vendéglátásban történt. Általában higiéniai hiányosságok uralkodtak, például a takarítatlanság, a személyi higiéniának a hiánya, a kézmosási lehetőség hiánya, illetőleg a különböző szennyes és tiszta műveletek nem megfelelő elkülönítése volt a fő probléma. Dr. Pleva György továbbá hozzátette, a közel egy hónapon át tartó vizsgálat célja, hogy élelmiszerbiztonsági szempontból is nyugodtan teljenek az ünnepek. December 22-én megtartották a 2023-as esztendő utolsó ételosztását a 17. kerületben. A Rákosmente önkormányzatának, a Rákosmenti Adományház Egyesületnek és a Magyar Vöröskereszt helyi szervezetének közreműködésével megvalósuló karitatív kezdeményezéshez ezúttal a katolikus Caritas is csatlakozott. A közel 300 adag előre csomagolt készétel kiosztásában az önkéntesek mellett Horváth Tamás polgármester, Écsi Gábor a katolikus Caritas igazgatója, valamint Szabó Tiborné önkormányzati képviselő, az esemény főkoordinátora is aktívan részt vett. December 22-én a 2023-as esztendő utolsó ételosztására várták a szervezők a 17. kerületi hátrányos helyzetű családokat, a fedél nélkülieket, illetve az egyedül élő kisjövedelmű nyugdíjasokat a Városháza melletti területen. A Rákosmente önkormányzatának, a Rákosmenti Adományház Egyesületnek és a Magyar Vöröskereszt 17. kerületi szervezetének közreműködésével megvalósuló karitatív kezdeményezéshez ezúttal a katolikus
katolikus Caritas is csatlakozott. Egy nagyon jó összefogás mellé állt a katolikus Caritas, hiszen az itteni civil szervezetek, az itteni Caritas csoportok összefognak a rászorulók érdekében, és azt gondolom, hogy ez fontos támogatnunk országos Caritas szinten is, és ez egy példaértékű dolog, ami mások előtt is követendő lehet. A közel 300 adag előre csomagolt készétel kiosztásában Horváth Tamás polgármester is segédkezett, aki hangsúlyozta, a helyhatóság számára fontos, hogy egy-egy tál meleg étellel segítse a nehéz anyagi körülmények között élőket. November óta megy ez az akció, és márciusig fogjuk folytatni, és hát így Szenteste előtt különösen fontos, hogy adjunk ételt azoknak, akik nem jutnak hozzá, és most hát szára Istennek a Caritas segítségével osztottunk a mai napon, és mindenkinek köszönjük, aki a későbbiekben, meg akik már korábban is segítették ezt az akciónkat, hiszen itt is fontos, hogy egy összefogással sokkal többet tudunk elérni, mint egyedül az önkormányzat. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük mindenkinek a felajánlást. A helyszínre érkezők étkezési jegyük felmutatásával vehették át ebédjüket, amely ezúttal rizses hús volt uborkával. Szabó Tiborné önkormányzati képviselő, a kezdeményezés főkoordinátora elmondta, karácsony alkalmából további ajándékokkal is készültek az érintetteknek. Azoknak, akiknek esetleg nem jutna pénzük a fenyőfára, mivel a katolikus Caritas nem tud mindig hozni, csak akkor, hogyha ő is felajánlást kap, és sajnos most sem kapott, és tavaly sem. Ezért az Adományház Egyesület a saját keretéből, ami tulajdonképpen az önkormányzati támogatás képviselők révén, ebből tudtunk most vásárolni 50 darab fenyőfát, nagyon kis aranyosan, 70 centis, 1 méteresek, de az nagyon hangulatosan fel lehet díszíteni, és mégis odavarázsolja a karácsony illatát. A karitatív kezdeményezés 2024-ben is folytatódik majd. A következő ilyen alkalomra január 5-én pénteken 13 órakor kerül majd sor a már megszokott helyszínen, a Városháza melletti területen. Gájer Bálint fonogramdíjas énekes ünnepi koncertjével kedveskedett Rákosmente önkormányzata a 17. kerületi lakosságnak, akik a Swing Karácsony elnevezésű élőzenei rendezvényen díjmentesen vehettek részt. A megjelenteket az eseményen Horváth Tamás polgármester köszöntötte. Az élénk érdeklődésre való tekintettel megtelt a Rízlevente Sport és Rendezvény Központ, ahol sokak által ismert és kedvelt karácsonyi dalok csendültek fel magyar átiratban. December 21-én a Rízlevente Sport és Rendezvényközpontban a kerület polgárait Rákosmente önkormányzata karácsonyi koncerttel várta. Az érkezők az élénk érdeklődésnek köszönhetően megtöltötték a csarnokot. Az eseményen Horváth Tamás polgármester köszöntötte a megjelenteket. Amint azt a beszédében kiemelte, a helyhatóság örömmel támogatta a rendezvény létrejöttét, ugyanis a mai rohanó világban is fontos megélni az ünnepi hangulatot. A karácsony számomra az együttlét ünnepe. Ma este, amikor a karácsony már az ajtónkon kopogtat és belépni készül, újra a régi emlékek jönnek elő. Az együttlét, a készülődés, közös ünneplés, tágasabb családommal, Rákosmente lakosaival együtt. Ne tagadjuk, mindennapjainkban elég nagy az űrzavar, évvégi zárás, karácsonyi nagybevásárlás, takarítás, ajándékkészítés, családi programok torlódnak egymásra. Mégis hozzánk közelítő ünnep, a karácsonyi csoda egyre nagyobb fényességgel világít ebben a sötétségben. A karácsony a szeretet ünnepe, a boldogság a meghittség napja. Vágyunk a nyugalomra, a békességre, arra, hogy ami itt most történik, hátradőljünk a székben, és csak hallgassuk, ahogy árad a zene, körülölelve minket, felettetve néhány órára a hétköznapok rohanásait. A sokak által ismert és kedvelt karácsonyi dalok Gájer Bálint fonogramdíjas énekes előadásában csendültek fel, aki évek óta a swing zenei stílus jeles képviselője.
A 17. kerületi közönség számára a 2017-ben megjelent Swing Karácsony című lemezének repertoárját hozta el, melynek különlegessége, hogy a népszerű, de eredetileg angol nyelven íródott szerzeményeket magyarul szólaltatja meg. Akkor határoztam el, hogy megpróbálok magyarul énekelni elsősorban dalokat, és talán az egyik különlegessége az ez, az nem az én ötletem volt feltétlen, Berecki Zoli és Szirátár Dóra duett karácsony lemezéről elég sok magyar szöveget átemeltünk, ott egy picit talán más zenei műfajban voltak, és én szerettem volna visszautasztatni ezeket a dalokat abba az időben, amikor ezek meg elkészültek. Ez a Sinatra, Bing Crosby, Dean Martin vonal, és hát ugye most Michael Bublé is énekli ezeket a dalokat, szinte az összes ilyen nagy amerikai karácsonyi dalt elénekelte, és hát ez kiegészítve egyébként pár olyan dal is elhangzik, ami majd az ötödik nagy lemezen lesz. Frosty csak nevet, míg a sok hotél digé, sose csügged még, ha olvad is, hisz tudja jól, hogy visszatér. Gájer Bálint az Inspired Symphonic Orchestra komoly zenei kísérettel egy számára meghatározó számot is színpadra vitt, amit saját családja ihletett. Sok év után a húzitán egy régi emlék rád talál, s a szíved már csak jót kíván, ma újra szép karácsony. Rákosmente önkormányzata hosszú évek óta felköszönti a kerület 90-95 és 100 esztendős polgárait. December 20-án Szolik Ferencné rákosegyi lakos ünnepelte 90. születésnapját, amely alkalomból dr. Bényi Zsolt önkormányzati képviselő adta át számára jó kívánságait, továbbá egy Orbán Viktor miniszterelnök, illetve Horváth Tamás polgármester által egyaránt aláírt díszoklevelet és a csokorvirágot is. Hogy adjam át az üdvözletet, Orbán Viktor miniszterelnök úr üdvözletét és köszöntését Horváth Tamás polgármester úr, és a magam nevében szeretnék jó egészséget kívánni, és még hosszú boldog életet. Egy Orbán Viktor miniszterelnök, valamint Horváth Tamás polgármester által egyaránt aláírt díszoklevéllel és egy csokor virággal köszöntötte fel 90. születésnapja alkalmából Szolik Ferencné, dr. Bényi Zsolt önkormányzati képviselő december 20-án. Irénke néni 1933-ban született Csanytelken, két testvérével egyetemben, szülei földműveléssel foglalkoztak. Az iskola elvégzését követően női szabó inasként, majd ipari tanulóként helyezkedett el. Budapestre kerülését követően az egykori Dunacipő gyárban, a Rákosligeti Apácák varrodájában, valamint az Ekisz ruházati szövetkezetnél tevékenykedett egészen nyugdíjazásáig. 1955-ben házasodtak össze férjével, akivel 1961-ben költöztek Rákoshegyre, és kezdtek el építkezni arra a telekre, ahol az idős hölgy a mai napig él. Házasságukból két gyermekük, két unokájuk és két dédunokájuk született. Az ünnepet elmondta, hogy szerető családjának támogatása jelenti számára a legnagyobb boldogságot. A szenvedélye pedig nem más, mint a kertje, amelyben mindent magának termel meg. Itt van a kert, és én abba megtermelem, amire nekem szükségem van. Azt gondozni is kert, a kertet, és mindenféle zöldségem, gyümölcsöm van, és a hobbim most már a virág, mert azt nagyon szeretem. Az olyan boldoggá tesz, mikor reggel fölkelek, akkor kimegyek pontyolából, és végigjárom a kertet, és hol az egyiken van egy virág, hol a másikon, és az engemet annyira boldoggá tesz. A szépkorú hölgy a hosszú élet titkát a mai napig fennálló aktivitásában és a Rákoshegyen tett rendszeres sétákban látja. Most következzen néhány fontosabb hír a közelmúlt eseményeiből. December 18-án tartós élelmiszerekből és játékokban álló adományokkal várták a rászorulókat a Magyar Vöröskereszt 17. kerületi szervezetének munkatársai a Pécéli út 106 szám alatt található székhelyükön. A több mint 500 csomag kiosztásában Rákosmente önkormányzatának részéről Horváth Tamás polgármester, valamint dr. Füzesi Péter és dr. Bakos András alpolgármesterek segítkeztek.
Nehéz sorsú emberek számára nyújt idén is segítséget Rákosmente önkormányzata, valamint a Magyar Vöröskereszt 17. kerületi szervezete, melynek Péceli út 106 szám alatt található székhelyén tartós élelmiszerekből álló csomagokkal és játékadományokkal kedveskedtek a rászorulóknak a közelgő karácsonyi ünnepek alkalmából a szervezők. Az osztásban Horváth Tamás polgármester, továbbá dr. Füzesi Péter és dr. Bakos András alpolgármesterek egyaránt segédkeztek. A városvezető elmondta, hosszú évek óta fennáll a helyhatóság és a humanitárius szervezet közötti együttműködés. Én úgy gondolom, hogy a tartós élelmiszercsomagok mindenképpen segítséget jelentenek így különösen karácsony ünnepe előtt, és az idén is több mint 500 ilyen csomag kerül kiosztásra. Hát, hogy így megemelve a csomagokat elég vaskos csomag, tehát jó nehéz, és liszt, étolaj, cukor, tehát a szokásos tartós élelmiszerek vannak benne, csokoládé, hogy mindenféléből próbáltunk összeállítani, és a Vöröskeresztnek nagyon köszönjük szépen ezt a munkáját is, hiszen ez egy nagyon hasznos munka, és különösen fontos, hogy odafigyelünk a szegényebb rétegre is, és természetesen a hajléktalanok is fognak kapni, közel 50-en csomagot fogunk kiosztani nekik is. A több mint 500 kiosztásra kerülő csomag közül azok a rászorulók vehettek át lakcímkártyájuk felmutatását követően egyet-egyet, akik előzetesen szerepeltek a több intézmény összehangolt munkájának eredményeként összeállított névsorban. Utalt rá Pénzes Rita, a Magyar Vöröskereszt 17. kerületi szervezetének szervezője. Nagyon sok felől gyűjtjük a listát, van saját adatbázisunk, az önkormányzattal, kormányhivatallal, családsegítő, anyaotthon, meg az alapítványok, az otthonokkal tartjuk a kapcsolatot, és tőlük kapjuk a listát. A karitatív jellegű akció a Péceli úti székhelyen a következő napokban is folytatódik majd, amikor a hajléktalanok kapják meg azokat az adományokat, amelyek speciálisan a számukra lettek összeállítva. Új gépekkel bővült a 17. kerületi hivatásos tűzoltó parancsnokság eszközállománya. Rákosmente önkormányzata az idei évben a rendvédelmi szervezet működéséhez emelő heveder, lombfúvó és mentőszerszám adományozásával járult hozzá, amelyeket karácsony közeledtével Horváth Tamás polgármester adott át a kerületi lánglovagoknak. Közülük többen emléklapot és pénzjutalmat is átvettek. Az eseményen jelen volt dr. Füzesi Péter és dr. Bakos András alpolgármester, valamint Olá Péter, a Dél-Pesti Katasztrófa Védelmi Kirendeltség megbízott vezetője. Többek között láncfűrésszel, lombfúvóval és mentőszerszámokkal bővült a 17. kerületi hivatásos tűzoltó parancsnokság eszközállománya, ugyanis Rákosmente önkormányzata idén is hozzájárult a szervezet működéséhez. A rákosmenti lánglovagok december 20-án Horváth Tamás polgármestertől vehették át a gépeket. A városvezető kiemelte, a lakosság biztonságérzetének növelése érdekében a helyhatóság fontosnak tartja a rendvédelmi szervekkel való együttműködést. Én úgy gondolom, hogy csak közösen tudjuk azt az eredményt elérni, hogy az itteni lakosok biztonságban érezzék magukat. És ennek megfelelően minden évben ugye a parancsnok úrtól megkérik, hogy milyen eszközökre van még szükség a 17. heti tűzőrségnek, tűzoltóságnak, bár szerintem itt már lassan minden eszköz rendelkezésre, ami szükséges lehet a mentésekhez, bár biztos vannak még speciális eszközök, amik még jól jönnének, de nyilván a mi kereteink is korlátozottak, ezért az idei évben is ugye itt látható eszközöket finanszírozta meg az önkormányzat, és örömmel adjuk át ezeket, hiszen ezek az önök munkáját könnyítik meg. Olá Péter, a Dél-Pesti Katasztrófa Védelmi Kirendeltség megbízott kirendeltségi vezetője megköszönte a kerületi tűzoltók egész éves munkáját, és rámutatott, elengedhetetlen, hogy a szakemberek a továbbiakban is vigyázzanak magukra, hiszen csak akkor tudnak segítséget nyújtani mások számára, hogyha ők is egészségesek. Ribai László tűzoltó alezredes 17. kerületi parancsnok köszönetét fejezte ki a helyhatóságnak a felajánlásokért, és mint kifejtette, a beszerzett eszközök nagyban segítik munkájukat, főként viharkárok esetén, a szélsőséges időjárási tényezők megjelenése kapcsán az idei évben több alkalommal is szükség volt a beavatkozásukra. Ebben az évben a augusztusi viharkároknál a kerületünket is érintette ez a nagy fakidőlések és különböző műszaki mentések. Egy hónap alatt
durván 400 káreseménynél szoktunk részt venni. Itt a két nap alatt volt 420 káreseményünk. Vidékről kaptunk segítséget, hogy ezeket az eseményeket föl tudjuk számolni. Nagyon-nagyon sokat kellett dolgoznunk ahhoz, hogy ezeket az eseményeket föl tudjuk számolni. Az új eszközök mellett a tűzoltók továbbá emléklapokat és pénzjutalmat kaptak, a lakosság érdekében végzett áldozatos munkájuk elismeréseként. A Rákosmente televízió krónikáját látták. Riportjainkat visszanézhetik honlapunkon, a rakosmentetv.hu oldalon. Minden kedves nézőnknek áldott békés karácsonyi ünnepeket kívánunk. Vigyázzanak egészségükre, viszontlátásra!